Elhelyezik az emlékezés koszorúi Csengerben. A Kölcsei Televízió 35 perc című műsorának külön kiadásában pedig történészek beszélgettek az eseményekről és előzményeiről. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárdán a Vulkán öntöde gyártelepén kezdődtek meg az első megmozdulások. A dolgozók ledöntötték a megyében az első vörös csillagot október 24-én, majd másnap Máté Szalka, Csenger és Vásáros Namény is csatlakozott a tömegmegmozdulásokhoz. Október 26-a volt a nyíregyházi forradalom eseményeinek kezdő időpontja. Ez egy pénteki fizetésnap volt, ilyenkor rengeteg ember érkezett vidékről a belvárosba, hogy felvegye a bérét. Először a megyei pártbizottság a mai Józsa András Múzeum épületéről, majd a Kossuth, ma Korona szálló tetejéről is leszették a csillagot. A tömeghez miskolci bányászok és diákok is csatlakoztak, a mai hősök terén álló irodaház előtt gyűltek össze. Ennek az épületnek a tetején volt egy hatalmas méretű vörös csillag, ami a rendszernek a szimbóluma volt, és a miskolci bányászok és diákok arra buzdították a nyíregyháziakat, hogy menjenek fel, verjék le az elnyomás jelképét, és Budai András segélymunkás vezetésével néhányan felmennek az épület tetejére, leszerelik a vörös csillagot és lehajtják az épület elé. Ezzel veszi kezdetét tulajdonképpen az 56-os forradalmi esemény Nyíregyházán. A csillag helyén egy nemzeti színű zászlót is kitűztek Tomaszowski András vezetésével, és ekkor érkezik meg Sóstó felől a villamos, amelynek útját állja a tömeg, és ennek a villamoskocsinak a tetejéről a Világ Proletária Egyesületek feliratú deszkatáblát le is szerelik, majd ennek a villamosnak a tetejére egy Barát Istvánné nevű háztartásbeli fog felállni, és ő fogja elszavalni a nemzeti dalt. Tulajdonképpen ilyen módon kezdődtek el a forradalmi események Nyíregyháza, és itt a tömegben már megjelenik Szilágyi László is, a nyíregyházi forradalmi események másik nagy vezetője. Nyíregyházának egy hét jutott az 56-os reményből. 28-ra Nyíregyházán győz a forradalom, de akkor már tudjuk azt, hogy már elkezdődik a szovjet beavatkozás előkészítése, hiszen Záhonyban október 26-a óta már a szovjet csapatok építik a pontonhidat, hogy a hadsereg be tudjon majd vonulni Magyarországra, és október 31-én úgy dönt a Szovjetunió kommunista pártja, hogy végülis a Varsói szerződés vezetőjét, Konyev marsalt arra utasítja, hogy a szovjet csapatok vonuljanak be Magyarországra, és törik le a forradalmat. November 1-én Kádár Jánosnak megalakul a kormánya, 31-én Moszkvába hívják, ugye hajnalban elviszik Moszkvába, november 1-én, 2-án őt meggyőzik arról, hogy ő lesz az új hatalmi erő, megalakul a kormány, és ugye november 2-án Záhonyban már megjelennek a szovjet katonák, november 4-én pedig már a parlamentnél vannak a szovjet tankok, és ez a másik ikonikus dátumunk, ugye október 23-a mellett, november 4-e, amely nemzeti gyásznapként is az 56-os forradalom végét jelenteni. Ezután azonban még hónapokig volt ellenállás Magyarországon, de a forradalom elbukott. Nyíregyházán Szilágyi Lászlót, Tomaszowski Andrást halálra ítélték, 205-en börtönbüntetést kaptak, 107 embert közbiztonsági őrizetbe, 72-t rendőri felügyeletre, 344 főt bűnügyi nyilvántartásba vettek. Több száz embert rúgtak ki a munkahelyéről, vagy helyeztek alacsonyabb beosztásba.